engem nagyon sokszor meggyanúsítanak a nők, hogy én férfi párti vagyok, mert az az elvem, és ezt el is mondom mindig, hogy a nőn áll vagy bukik a kapcsolatnak a minősége, mennyisége, és egyáltalán, hogy hogyan tudja a nő a férfiban azokat a dolgokat ébren tartani, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a férfi számára te legyél, most ezt komolyan mondom, nem viccesen, te legyél a királynő. A nőnek van meg a 16 000 színű árnyalata viselkedésben, a férfiak, elnézést a férfiaktól, de kimondom, mert ezt mindenhol kimondom, a férfiak egyszerű lelkek. Feketék vagy fehérek. Vagy akar szexelni, vagy nem akar szexelni. Vagy ízlik neki az ebéd, vagy nem ízlik neki az ebéd. Vagy el akar menni valóban, vagy nem. Mi pedig a színeknek a kavalkádját tudjuk produkálni, ha okosan teszi valaki. A nőknek az évtizedek, évszázadok során nem volt könnyű dolga. Ma meg aztán pláne is könnyű dolga, de ezt el kell fogadni. Mi akartuk az emancipációt, és nem a férfiak. Ugye, amikor elindult ez a mozgalom, ez a nagy forradalom, és munkát akarunk, meg kenyeret, meg dolgozni akarunk, meg nem akarunk az ágy mellett, a baba mellett tölteni egész életünket, akkor a világ megfordult. De Freud annak idején már pedzegette, hogy a női hisztéria hátterében valószínű, hogy a szexuális kielégületlenség áll. És elkeseredett emiatt a nő, hogy nincs neki mit tennie, babázik, mindenféle jótékonysági koncertre járt, adakozott, meg ilyesmit csinált, és közben pedig érte a feleség státuszát és az anya szerepét. Nem tudjuk. Jött a forradalom. Mármint nem az igazi forradalom, hanem a nők forradalma, hogy meg tudják a férfiakat közelíteni, vagy el tudják érni, vagy le tudják hagyni. Hiszitek, nem hiszitek, a nők a férfi szerepet nagyon sokszor áhítják. Az én doktorátusomnak a címe a hirzutizmus pszichoszomatikus aspektusai. Az azt jelenti, hogy a nők, akik nem érezték jól magukat a bőrükben, megszörösödtek. Nem csak azok, akik lányok, vagy feleségek, vagy elvált nők voltak, hanem mindenki, aki hárította a női szerepet. És nagy kutatások folytak az egyes női klinikán, komoly kutatók dolgoztak ezen, hogy fölmérjék a nőnek a hormonális rendszerét, vagy van-e valami olyasmi, ami ezt előidézi, és semmit nem találtak. A pszichi, a lélek produkál olyan tüneteket, ami megszőrösítette a nőknek a testét, de nem úgy, hogy a lábán volt három szár és pihesző, a melle, az arca, a háta, a hasa, és természetesen a lába. Tehát, hogy oda kell ugye arra figyelni, hogy honnan erednek ezek a pszichés, vegetatív tünetek, vagy pszichoszomatikus aspektusai a különböző betegségeknek. Tehát ott hagytuk abba, hogy jött a forradalom, ugye annak idején biztos mindenki ismeri a nagy szerelmét Chopinnek, George Sand életét, aki már először ugye forradalmárként férfi ruhába öltözött, és olyan dolgokat engedett meg magának, ami nem volt akkor elfogadható. Tessék? Igen, meg kalapba, meg öltönyben járt. Mindenesetre álló szép volt ez a film, azt nem tudom, láttátok-e, amikor ugye meghal Chopin, és gyűlően éltek ők, csak ugye nagyon nehezen tudott két ilyen tehetséges ember egyfedél alatt élni, és amikor elhatározta George Sand, hogy elviszi a Chopin szívét Lengyelországba, és akkor nyersi a maga. És akkor a utazó kocsiba megkérdezte tőle a vámér, hogy mit visz, segít csak egy szívet. És akkor ezzel ért véget, hogy bocs, hogy esik a magam, de annyira megható volt, hogy nem igaz. Mondtad, a Zsolt Szabi elkezdte ezt a világot építeni, és mentek utána a nők. Nem tudom, hogy jól tettük-e, vagy nem, de minden esetre ez történt. És elérkeztünk a 19.-20. Században, amikor még azért a klasszikus női férfi szerepek működőképesek voltak. Elnézést kérek, de mindig annyira meghatod a jelenet, hogy...
pillanatban a viktoriánus kortra gondoljatok, amikor nagyon-nagyon meg volt határozva, hogy milyen keretek között élhet egy nő, mit tehet és hogy tehet. És jöttek ugye mindig a nagyon-nagyon szabados elvű világban valamiféle olyan betegségek, vagy olyan hatalmas nagy negatív hullámok, amelyek az embereket észre térítették. De nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy elérkeztünk a 20. századba, és az 1970-es évek körül jött egy ilyen hatalmas nagy hullám az Egyesült Államokból. Nem igazi hullám, tehát nem tengerre gondoljatok, hogy óceánra, hanem szexuális hullám. Most nem arra gondolok, hogy ugye ott a Masters és Johnsonik elkezdték a kutatást megcsinálni, hanem arra, hogy jött egy ilyen szabad elvűség, hogy minden szabad, mindenkinek bármi lehetősége van. Egyetlen egy dolog fontos az emberek életében az, hogy kielégüljön a nő, kielégüljön a férfi. Megbillentek a szerepek. Ugye már az a klasszikus női szerep igazából nem volt kedvező a nők számára. Azt mondták, hogy miért kell nekünk ennyi mindent csinálni, sokkal jobb lenne, hogyha sikeresen, boldogan élhetném az életemet, és nem kellene otthon a család egy tűzhelyet őrizni. Hát ez egy nagyon nagy butaság volt, és nagyon nehéz helyzetben lökte a párokat. Hogy a saját terápiámat is egy picit, legalábbis érintőlegesen mutassak be egy-két gondolatot belőle. Ha eljön hozzám egy házaspár, vagy egy pár, magyarul egy nő, meg egy férfi, szoktak úgy is jönni, hogy két férfi, meg két nő, de most a klasszikus heteroszexuálisokról beszélek, és azt mondja a férfi, hogy az a bajom a Xéniával, nem remélem, hogy itt Xénia, szoktak Xéniával, hogy nem szokott kezdeményezni. Nem is engedjük. Itt legalábbis, amíg az én hatósugaramban vannak, nem engedjük a kezdeményezést. Mi nem engedjük? A férfi annyira szeretné. Abszolút egyszerű a válasz erre, mert a nemi szerepekben igenis, akármilyen modern világban élünk, én abszolút konzervatív vagyok annak ellenére, vagy éppen azért, mert rengeteg paciensem van, és segítek a problémájukat megoldani. Én hiszek abban, hogy mindenben lehet egy nő tökéletesebb, szebb, sikeresebb, jobb anyagi helyzet, híresebb, vagányabb. Egyetlen egy dolgot nem szabad a férfiak kezéből kivennünk, a szexuális irányítást. Karaján minden férfi, ő vezényli a dolgokat, ő kezdeményez. A nő pedig finoman az ő saját paszte, csodálatos szín kavalkádjával tudja csábítani. De nem megy oda a férfihoz és nem húzza le a cipzát a gatyájáról, mert először lehet, hogy tetszik. Hú, de jó, milyen jó kis dögös feleségem van. Most gondoljatok végig, hogy ez különböző szituban, hogy különböző helyzetben ez őt fog elcsattanni. Hát úgy csattan, mint egy hatalmas nagy klász. Egyik dolog ezért. A másik dolog azért, mert ugye a férfi az aktív. Hát most akármit gondolunk, azért tudjuk, hogy ha a férfi nem aktív, akkor akármit csinál egy nő, képtelen ezt valahogy helyre tenni. A harmadik dolog az, hogy ha a nő kezébe összpontosulnak ezek a szexuális kezdeményezési elemek, akkor egy idő után a nő elfáradt, amúgy is elfáradt. Beszéltem a szenvedélyről, hogy mindenki arra vágyik, hogy az egész életében meglegyen. Azt is mondtam, hogy a nő átadjuk itt, hogy mi történik. Mikor érzi, hogy megy lefelé az a bizonyos hullám, és akkor azt mondja, hogy akkor menjen lefelé, nem érdekel, én jó, meg vagyok szex nélkül is. Nem tudja fölindulni, nem tudja fölemelni, nem tudja helyre tenni a szexuális érdeklődését a férfinak. Ezt elég sokszor elmondtam, és ezt biztos, hogy mindenki tapasztalja, aki párkapcsolatban él, hogy a nő a finom érzéseivel és felérzésével reggel meg tudja mondani, hogy este a férje fog-e neki kedvesen udvarolni, hogy elcsábítsa, belevigye egy nagyon kellemes szexuális együttlétbe. De nem azért, mert már két napja nem volt szex, hanem azért, mert a nő föl tudja érezni, hogy a férfiban mi zajlik, hogy zajlik, és ezt hogy tudja megtámogatni, hogy tudja megsegíteni. A
világ legszebb dolga és legcsodálatosabb része a tudománynak szerintem, amit én csinálok, vagy amit mi csinálunk, a szexuálterápiát csináló szakemberek, mert az embereknek a boldogságát adjuk vissza, csak nem lehet bizonyos dolgokat megengedni. Ugye ott mondtuk, hogy nem szabad a nőnek kezdeményeznie, és bizonyos dolgokat meg kell tiltani. Tehát vissza kell tuszkolni, lökdösni a nőket a női szerepbe, a férfiakat a férfi szerepbe. Nem attól nő egy nő, mert okos, jó, nem által okos, most nem arról beszélünk, hogy ikulágy legyen, de meg kell neki tanulni a különböző női szerepeket. Tanulják. És amikor feladom a leckét, akkor azt mondják a nők, hogy na de Edith, de hát azt mondja, hogy ki fog röhögni. Mondom, úgy be fogja nyalni, nem igaz. Mit kell csinálni például? Milyen házi feladatokat kapnak a nők? Az a színes kavalkádot, ami egy nőtől elvárható, mert mitől jó egy nő? Mitől jó nő egy nő? Én azt a szót szoktam erre használni, hogy nőstény. Tehát, hogy szexuális kisugárzása van. Tehát amikor ránéz egy férfi, akkor azt mondja, megfordul a fejében, hogy hát ezt bevinném az ágyamba ezt a csajt. De nem ezt mutatjuk, mit mutatunk. Eddig kivágott rólam, hogy nem a fiatalokat bánt, hogy imádom a fiatalokat. Rengeteg fiatal barátnőm a bőven lányom lehetné, de többnyire a többség. Imádom őket, csak ugye azt nem tanulják meg, amit mi annak idején megtapasztaltunk francia filmekben. Láttuk. Gyönyörű francia nő, elmenek egy estére, ettől eddig fekete ruhába becsomagolva. Bemennek az estére, a férfi kíséri a gyönyörű francia nőt, a tök fekete ruha itt föl van szépen vágva, de csak akkor villan ki a gyönyörű női boka és gyönyörű női láb, amikor lép. Most így figyeljük. A háta be van csukva, de ki van vágva rajta egy vonal. És amikor mennek be és picit megfordul a nő, akkor kilátszik a hangvas, gyönyörű, vásányos bőre, és a pasi abban a pillanatban. Meg kell a nőknek azt tanulni, hogy nagyon sokszor tapasztalom, hogy imádom a szakmámat, hányom már van még beszélgetni. Hogy, ugye, tessék. Tehát amikor mondjuk egy férfinál a libidó, a szexuális vágy lecsökken, sokszor előfordul. Mert fárad, mert stresszel, mert nincs neki módja, lehetősége arra, hogy feltöltődjön, és hát nem tud szerelmeskedni. Működne, de esetleg fél attól, hogy nem fog sikerülni, vagy esetleg volt egy-két alkalom, hogy melegedési probléma volt, vagy korai magam is, vagy bármi. Mit csinál a nő? A nem éppen szuper nőstény. Mit csinál? Fölvesz dögös ruhákat. Beöltözik Csicsolinának, és rádobja magát a reggeliző asztalra. Pasi meg menekül. Mert pont ezt nem akarja, pont ezzel van problémája. Meg kell tanítani a nőket nőnek lenni. És nagyon aranyosan tanulják a nők a nő szerepet, hogy megtanulják azt, hogy hogyan lehet az okos, zseniális nőt is előadni, és hogyan lehet azon belül, láttátok azt a filmet, az idősebb korosztály, tehát itt mit fiatalok vagytok, de professzor úr biztos látta, volt egy nagyon híres film, ezeket a filmeket úgy megtartanám, és gyerekeknek vetíteném le. Az volt a cím, hogy a nő nem iszik, nem dohányzik, nem flörtöl, csak fecseg. Igaz? Micsoda film volt? Andi Girardot játszott a főszerepet. És arról szól, hogy ugye a nő csak úgy hablatjon, mondja magáért. Nekem volt egy takarító nő, és el kell játszani az ikulájtos csajt is. Jó, te nem tudom, hogy kell menni, nem tudok dönteni, melyik cipőt vegyem meg. Tanácsot kérni a férfitől, hogy érezze a férfi, igen. Ezt most kedvesen mondom, mert nincsen semmi cinizmus, de meg kell ezek a dolgokat ugye csinálni. Volt egy ikulájtos terike takarító csajom, aki azt mondta, hogy oda a pohár, és mondta, hogy doktor, tegyük már azt alébb ezt a poharat, mert forog a föld, és nem hogy lehessen. Ilyen ifjúságot is el lehet, ha nem is ekkora szinten, de ezeket meg lehet csinálni. Tehát a kicsit Molnár Ferencnek van az üvegcipő című darabja,
ajtó, igen ajtó. Tehát amikor mond a férfi valamit, és akkor mondja, hogy édesen elfelejtették kanalat adni. Jaj, drágám, röpülök, hozom, és hozol neki egy üveg sört. Tehát ilyen mindenféle jobb a szerepeket lehet otthon játszani, mert a férfit kell egy kicsit fölperzselni azért, hogy működőképes legyen, és azt mondja, hogy édesném, hát mondjam el. És akkor eljárt oda, jaj, most ne haragudj, akkor beszélni a hülyeségről, hogy láttam a csillagok háborúja, és tényleg van két föld, nem csak egy holdban, tehát valamiféle olyasmit kell lehet, hogy a férfiaknak a figyelmét fölkelteni, hogy átnézz egy kicsit abba a butácska. És akkor lehet olyan dolgot hisztizni. A hisztit és a sírás nem tud elérni a férfi, a nem tud mit reagálni. De úgy hisztizni, hogy akkor tényleg oda tudsz figyelni a dolgokra, csak egy picit fölpesdíteni a férfiban a figyelmet. Ugye mindig az a cél, hogy törődjünk egymással, figyeljünk oda a másikra, hogyha a férfi mondjuk más irányba akar menni, mármint nem más nőhöz, azt nem tudjuk, de más irányba akar odafigyelni, akkor legyél ott mindig toppon, és próbáld odafordítani a figyelmét te magad felé. A terápia során rengeteg mindent megtanulnak a párok, mert én szerelempárti vagyok, és sajnos házasságpárti vagyok, vagy hogy mondjam, családpárti. Az ember legboldogabb és legszabadabb a párjával, a férjével, a feleségével lehet. Amikor elválnak, vagy szép mennek a párok, akkor azt mondja, hogy azért megyek el, mert szabadságra vágyom. Hát szabadabb az ember nem lehet, mint a partnere mellett, akivel meg tudja beszélni, akivel megbeszél, hogy neked is van egy hobbid, nekem is van érdeklődésem. Tehát szabadon, autonómiát megtartva próbáljuk az életet élni. Nagyon nagy baj van a jelen világban, mert nem törekszünk arra, hogy érzelmeket keltsünk a másikban. Az egyik tanítványom egy nagyon helyes, öntudatos ifjú hölgy, ő abból írta a szakdolgozatot, hogy szex első látásra. 16-17 éves, sőt 15 éves gyerekek, mielőtt kialakulna bármiféle komoly kapcsolat, már nagyokat szexelnek. Amit nem is igazán, nem is az, hogy a dugásnak tudom mondani, mert az még szexnek sem mondható. Hát valahogy belemennek egy olyan helyzetbe, ez olyan, mint nekünk volt annak idején a babó, meg hogy ittunk egy pohár, mit tudom, hogy micsodát, most meg mindenki elkezd szexelni, és ebbe az irányba megy. Mi a probléma? Nincs nő ideál. A nő ideált olyan szempontból kell érteni, hogy ez a nő valamiért tetszik, mert olyan a légköre, olyan a kisugárzása, hogy föl tudok rá nézni, vagy megpróbálom őt követni. A szegény nők ugye dolgoznak, az igazsági minisztériumban egyszer meghívtak engem egy beszélgetésre, és azt mondtam ott is, hogy királynői szerepre kell törekedni a nőnek. Jó, hát néha persze az ember belemegy egy jó szexbe, hát attól, hogy még királynő lehet, de ezt el kell érni, hogy tényleg komolyan egy megfelelő piadesztára vagy állítva, és a férjed számára te vagy az egyetlen, egyedüli, pótolhatatlan, tökéletes, szuper, gyönyörű, okos, jó háziasszony. Ugye régen mondták azt, ugye, hogy milyen legyen a jó nő, szakácsa a konyhában, úrinő a társaságban és kurva az ágyban. Hát abszolút így van. Csak most nem így fogalmazunk meg. Ezeket a dolgokat tudja, de hogyha ezt a királynői szerepet nem tudjuk megvalósítani, akkor egy idő után arról szól a dolog, hogy házi tündér vagy. Tehát te fogod összeszedni a dzsubákat, meg nem tudom, hogy micsodák, akkor nem ez lesz az első szerepet, hogy gyönyörű vagy, szép vagy és kívánatos. Ezt el kell érni. Hol tanulja meg a gyerek? Anyuka fáradt, anyuka ideges, anyuka le van pusztítva a rengeteg feladattól, és egyszerűen nem tudja az életét olyan szépen és jól megélni, mert a királynői koronája elkezd billegni. És azt mondta az igazságügyi minisztériumban egy nagyon helyes, gyönyörű szép nő, hogy Edith, akkor azt magyaráz meg nekem, hogy elviszem a két gyereket, egyiket óviba, másikat iskolába. Elmegyek dolgozni, összeszedem a gyerekeket, hazamegyek, készítek nekik kaját, elviszük őket fürdetni, meg utána még szépen még egy kicsit együtt van a család, hogy legyek én királynő. Ne dumáljatok nekem, amikor Freud azt mondta, hogy
a hisztinek átterében a szexuális kielégületlenséggel, akkor mi volt? Volt a nőnek feladata? Most se volt jó, meg ez se volt jó. Meg lehet oldani mindent, hogyha megfelelő önzés van benned, önzőnek kell lenni az egészséges határokon belül, hogy megköveteld azt, hogy minden férfinak azt mondom, járt hozzá Magyarországon a leghíresebb gazdasági szakembere, azt mondtam neki, tudod, mit kell, 5 tonna imádás a nőnek, és még adjál neki 2, és köszönjük szépen, megvan. De nem csak a férfiakat szoktam kiokosítani és kiokítani, a nőnek pedig azt mondom, hogy azt mondja a nő, hogy jaj, de szó, nő tudja, csak az a szex ellenben. Mondtam, édesem, addig örüljön, míg megkergetik. Nem akarom most mondani, hogy hogyan, de tudjátok, hogy hogyan. Az lesz majd a feleség, amikor nem. Tehát a férfiakat pedig igenis el kell ismerni. Azért, hogy szexorientáltak, hogy péniszorientáltak, mert ez tartja fönn a világtörténelmet. Mert nem lenne, akkor már a föld üres lenne, hogy újra beköszönten a jégkorszak, mert nem szexelnének. Nagyon édes pacienseim van, mindegyiket imádom, mindegyiknek tudom a történetét. Volt egy nagyon helyes párom, egy elég menő focista, és a feleségével jött el hozzám, akkor még a Honvéd kórházban dolgoztam, és egy nagyon helyes volt a srác, a feleség is, kisbabájuk született, nem tudom mikor, már körülbelül 2-3 éves lett a gyerek, és mondja a srác, hogy próbálkoztam többször, hogy szerelmeskedjünk, de a feleségem elhagyott. Hát megpróbáltuk 5-ször, 10-szer, aztán abba hagytam. Kivárom. És mondja a fiú, hogy eltelt 1 hónap. Eltelt 2 hónap. Eltelt 3 hónap. Mondom a feleségemnek, hogy édesem, 3 hónapja nem szexeltünk. Tényleg? Észre se vettem. Tehát olyan férfiakat pedig igenis tisztelni kell azért, hogy mi ránk gerjed be, vagy mi ránk indul, szemben mondom, jó? Még egyszer kezdtem. Mitől indul be a libidója, a szexuális vágya, és ezért igenis díjazni kell őt. Ugye azt is mindenki tudja, hogy a férfi általában egyszerűbben szexel. Mármint nem úgy ért, hogy minden kreatív, hanem az, hogy nála egyszerűbb a folyamat, mert működik, szerelmeskedik mindennek ez a nő kedvéért, szóval azért tiszteljük a férfiakat, mert komolyan mondom, sok olyan paciensem van, hogy a nővel nem boldogul, de hűségesen szépen benne, vele marad, és kivárja azt, hogy a nőnek megjöjjön az étvágya, vagy a kedve, vagy elinduljon számára megfelelő módon a szexuális aktivitás. Tehát, hogy igenis tessék ezt a férfiaknál díjazni és szeretni, dicsérni, édesen. Tudod, mi vagy te? Egy 5-ös tapadat. Mert a férfinek is kell. A férfinek is van lelke. Az is nagyon jól tudjuk, hogy egy szexuális együttlétben a férfi nagyon odafigyel a nőre. Sőt, túlzottan odafigyel. Na, lesz már valami? Ezzel ugye blokkolhatja a nőnek az orgasztikus készségét. De odafigyel. Akarja tudni, hogy jól működik, hogy odafigyel, szereti és kedves és minden. Végig csinálja szépen a megkomponált. Ugye a megkomponált is van, meg van a spontán szeretkezés is. Mind a kettőnek megvan a pro és kontra, a pozitív és negatív eleme. És utána, amikor szerelmeskedtek, befejeződik a csodálatos szexuális együttlét, akkor a férfi ugye snit, lehúzva róla. Mellette fekhet, nem tudom, most ki a nagy sztár, mondjuk Gwyneth Paltrow vagy akárki, nem érdekel csak. Nem, kiürült, kész. De megteszi, mert tudja, hogy a nő számára fontos. Tehát ezeket azért díjazni kell, és azért ezt el kell ismerni, hogy szeretve vagyok. Nagyon sok jó barátom van a dolgos társadalomban, ugye főleg a képzések kapcsán is, és mondja az egyik nagyon kedves barátom, hogy Edith, én megmondom neked is szintén, hogy én önző vagyok. Mert szeretek jókat csinálni a nőnek, hogy a nő utána jól érezze magát, és nekem olyan nagyon pozitív visszajelzés. Édesek a fiúk, szeretnek minket, csak mi meg díjazzuk azt, hogy érdemesek arra szeretve legyenek, hogy oda tegyük neki elé azt a finom, mit tudom én, durós palacsintát, vagy mit tudom én, akármit, hogy érezze, hogy
körülötte sürgünk, szeretjük. Szeretjük megsimogatni. Szeretjük azt, hogyha hozzáérhetünk, vagy ő hozzánk ér. Ezeket nekem nincs testi kontaktus az emberek között. Napi gyakorisággal tapasztalom. Nem csókolóznak. A csók az egy szent dolog, hogy ezzel is elmondtam. Mi szoktak csinálni, mint az ovis puszi. Így. Nem engedjük, nem tűrjük, ovis puszi nincsen. És mi olyan testi kontaktust sem tudnak teremteni. Leszokunk róla ezekről a dolgokról, mert elvisz a forgatag. Mindig azt mondják, hogy fáradt vagyok, édeskérem. Hát én is voltam fiatal. Három napot ki lehet bírni olvas nélkül. Egy jó szexér vagy három jó szexér. Hát ezeket a dolgokat azért meg kellett emberekkel tanítani, és meg is tanulják. És jönnek vissza, hogy finom volt, ez jó, ez nagyon isteni jó volt. Hát egyszerűen azt nem tudják az emberek, és azt nem tudják megtanulni, hogy az érzelem által vezérelt erotika az az életünknek a legcsodálatosabb része. Jó? Nyilván a baba. A baba ezt kiberolja. De a babát egy idő után, 18 éves korában a babát elengedjük, mert élje a saját életét, de a csodálatos földön túli, csodálatos szerelemnél nincs szer. Én mindig azt szoktam mondani, voltam már egy-két én előadásra meghívva, mindenféle jó terméket bemutattak, hogy ebből egy három cseppet, meg két kanálra becsöppentesz, és akkor egészséges leszel, hogy ezt meg kell enni, össze kell rágni. Jöttem, én mondtam, hogy nekem jobb ötletem van, jókat kell szexelni, és akkor nem leszünk betegek. A jó szex az a fiatalságnak, most nyilván nem a testi fiatalságra van mentalitásbeli, az egészségnek, a jókedvnek, az optimizmusnak, a jövőkép, pozitív jövőképnek, ennél szebb a világban nincsen. Aki tudja, az tudja, aki nem tudja, tanulja meg,